az az ideális, ahová a világ halad, mindenki a közösségi médiát használja, egyre több a videó és egyre több az olyan filmes tartalom, ami bemutatja az emberek egyszerű életét is akár, de miért ne csináljunk olyan tartalmat, ami valami komolyabb dologról szól. Azt üzenem minden nőnek, aki valaha kapcsolatba kerül a magyar szülészeti ellátórendszerrel, hogy kérdezzen, kételkedjen, tegyen fel kérdéseket, jelezzen vissza, mondja el azt, ami jó volt, és mondja el azt is, ami nem volt jó. Ez nagyon fontos, hogyha nem hallatjuk a hangunkat, semmi nem fog változni. A változást mi együtt indíthatjuk el. Én azt szeretném, hogyha ezek a szervezetek nagyon komoly támogató bázissal rendelkeznének, és elérnék azokat, akiknek szüksége van az ő támogatásukra. Nekem ez az egyik legfontosabb, akár nőként, akár anyaként, illetve hogy tudjunk egymással olyan dolgokról beszélgetni, amiket ezek a szervezetek képviselnek. Tehát, hogy ne legyen tabu téma az értelmi fogyatékosak ügye, a romák ügye, a szexualitás, hanem ezeket mind normálisan emberi módra meg tudjuk egymással beszélni. Most az új otthon projektünket mutattam be, aminek a célja a bevándorló és menekült nők munkaerőpiaci integrációja. Menekültek között is találkoztam többször roma emberekkel, olyanokkal, akik Magyarországra menekültek, vagy csak épp átutaztak, de emlékszem Debrecenbe és a menekültáborba 6-8 évvel ezelőtt volt egy nagyon kedves roma mama a koszovói a gyerekeivel, akinek segítettük a kiköltözését, munkakeresését és egyéb ügyeit. Nem tudom, hogy velük mi van, ez érdekes lenne azóta ennek utána nézni, de nagyon helyes család volt, és remélem, hogy megtalálták a helyüket itt. És hát tavaly volt még, tavaly előtt már egy nagy menekült hullám Koszovóból, ahonnan nagy részt romák menekültek, elsősorban nem Magyarországra nyilván, hanem Nyugat-Európába. Ha jól tudom, akkor az ő sorsuk az az, hogy nem jogosultak menekült státuszra, és így hazaküldték őket, vagy küldik őket Koszovóba. Kisgyermekes családokat segítünk, önkénteseket készítünk fel erre a munkára, ők ingyen kapják ezt a segítséget tőlünk. Azt üzenem a nőknek az Egyesület többi munkatársával együtt, hogy abban az esetben, ha úgy érzik, hogy szükségük van segítségre, információra, várandóságszülés, gyermekágy kapcsán, akkor emeljék fel a telefont, nálunk működik az Emma vonal, ez egy segítő, támogató, információt nyújtó vonal, anonim vonal, és örömmel válaszolunk a kérdésekre. Alapítványunk 21 éve működik és mediációval foglalkozik. Magyarországon egyedülállóként foglalkozik a roma interkulturális mediációval. És azt üzenem a nőnap alkalmából minden családnak, hogy vállalják fel önmagukat, vállalják fel azt, hogyha valamiben jók, hogyha valamiben segítségre van szükségük, hogy ezen az átmeneti időszakon átlendülve ugyanolyan boldogan tudják folytatni a mindennapjaikat, ahogy nekik kezdtek. Küldök nekik nagyon sok smiley-t. Legyünk nők, büszkén és boldogan. Minden nőnek azt üzenem, hogy sok boldogságot, szeretetet, szerelmet kívánok nekik nőnapon is, meg úgy egyébként is. Torma Zsuzsanna vagyok a Tündérvár Alapítványtól, és a roma nőknek az az üzenetem, hogy a ti gyermek szeretetetek és családi összetartásotok példaértékű lehet minden nő számára. Én azt kívánom a roma nőknek, hogy merjenek álmodni, és merjenek tovább lépni, és merjenek kiszakadni abból a nehézségből, amiben jelenleg mi roma nők élünk.